Far betse. Gimme a bam. Alô? 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 Megjött a Zsuzsa. Megjött Zsuzsa, nagyszerű. Jó napot kívánok! Mikrofonod ki van kapcsolva, Zsuzsa? Zsuzsa, van egy minket? Mikrofon, el arra bőki rá. Nincs kikapcsolva a mikrofonom. Most már jó. Most tökéletesen hallom téged. Most hallasz? Igen, igen, igen. Lassan gyülekezünk, na, mint láttam. Szia, Jossi! Hello, hello! Sziasztok! Régen. Mindenkinek sziasztok, csak Jossit láttam a legjobb. Szia, Jossi! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt! A Mari még nem jelentkezett, Péter? Nem. Ajó. Szólj rá a Marira, ha gondolod, Zsuzsa, mert... Igen, megpróbálok. Jó veszeli. Ha jól látom, egyelőre két kontinens van még csak képviselve. De a harmadik út közben van. A harmadik út közben, igen. Józsa, most nincs képet, tudsz róla? De van képen, csak elmegyek. Nem, nem te Zsuzsa, Ferge Zsuzsa. Ja, bocsánat. Most éppen semmi nincsen. De hangodat halljuk, csak a... Halljátok a képet, most éppen semmi képet nem látok. Zsuzsa, van egy ilyen kamerajel, arra kellene rábőzni. Egy négyzet, és abból kilóg az objektív. Mi a Sanyikám? Igen, de... Az előbb volt hangod is, meg képed is. Utána nyújtál hozzá, azt kellene visszaállítani, amit... Na, most vissza van kapcsolva éppen. Igen. Igen. Most így tökéletes. Most ne nyúlj a kompjúterhez. Most látunk és hallunk téged. Te hallasz, igen, minket, igen. Zsuzsa? Hallasz, Zsuzsa? Tessék? Hallasz minket, Zsuzsa? Leheted a telefont most. Én most nem hallja a telefon miatt. Igen. Zsuzsa, most van képed. Van képed, van hangod is. Én most ti láttok engem. Igen. Te nem látsz minket? De én tökéletesen látok. Akkor gyönyörű. Minden rendben van. Tehát gyönyörűek vagytok. Ez az a pillanat, amikor most nem szabad hozzányúlni a géphez, és akkor így most rendben van. Na, és akkor most mi történjen? Hát most az történik, kedves Zsuzsa, hogy itten elkezdtek az eredeti tervnek megfelelően, vagy az általad tudott tervnek megfelelően megjelenni a hallgatók is, de mint látod, mások is itt vannak. Tudnélik, ugye egy nevezetes évbe kerültünk, miszerint itten egyesek 90 évvel ezelőtt születtek meg ebben az évben. Úgyhogy én most itten
Tibori Tímeának adnék szót, aki kért ebben az ügyben szót. Itt vagy, Tímea? Igen. Itt vagyok. Igen, akkor de most neked adnék ebben a pillanatban szót. Kedves Zsuzsa, kedves kollégák! A születésnapi köszöntés különösen ilyen körülmény. Miski újraim, mert már elkezdődött a beszél, és nagyon fontos. Ne, úgy, hogy zárt el, és újra. Nincs más. A két... Az igazság az, hogy nem igazán tudom követni, amit mondasz. Próbálj meg egy picit artikuláltabban. Ne, vagy volt egy kérdés, amire felelni kéne? Nem, Tímea, kezd el újra. Jó, én próbálok mindenki más lehalkítani rajtad kívül. Jó, köszönöm, azt tedd meg. Na, mit csináljak? Hallható vagyok? Igen, tökéletesen. Most csak, Zsuzsa, te csak hallgasd most Tímeát. Én hallgatok. Kedves Zsuzsa, kedves kollégák! A közelgő születésnapot ilyen körülmények között egyre nehezebb, vagy egyre több szorongással lehetne csak igazán ünnepélyessé tenni. Arra gondoltam, hogy idézzük föl a régi szociológiai intézet hangulatát egy néhány pillanatra, és ehhez én két dolgot gondoltam. Az egyik, hogy ugye Zsuzsától is tanulva, hogy az ember körülbelül 16 éves korára látja már, hogy milyen irányokat szeretne venni, hát akkor mutatnék valamit ebből az irányból, és elővettem a fuvolámat, és engedjétek meg, hogy egy kis zenével járuljak hozzá a születésnapi hangulathoz, anélkül, hogy kerestem volna bölcsességeket, okosságokat, hiszen nem tudom igazán megfelelő módon Zsuzsát méltatni, mint hogy nagy szeretettel küldök neki egy kis zenét. Természetesen a magam már kicsit amatőr módján. Hallgassátok akkor Gluck Boldog Lelkek táncát. És a másik, ami a
Másik dolog pedig, ami azért összeköt bennünket intézetileg is, és emberileg is, azt pedig azt gondolom, hogy József Attila költészete, ebből egy verszakot idéznék a hetedikből. Ellenség, ha elődbe áll, hét legyen, kit előtalál. Egy, ki kezdi szabadnapját, egy, ki végzi szolgálatját. Egy, ki népet ingyen oktat, egy, kit úszni vízbe dobtak. Egy, ki magva erdőségnek, egy, kit őse bőgve védett. Csellel, gáncsal, mind nem elég, a hetedik te magad légy. Ha költenél, s van rá költség, azt a verset heten költség. Egy, ki márványból rak falut, egy, ki mikor szülték, aludt. Egy, ki eget mér és bólint, egy, kit a szó nevén szólít. Egy, ki lelkét ütél nyélbe, egy, ki patkány boncol élve. Kettő vitéz és tudós négy, a hetedik te magad légy. Isten éltessen, Zsuzsa! Szeretjük! Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Kedves Zsuzsa, itt a... ugye azt tettük, és azt gondoltuk, hogy hát részben, akik ismerik a pályádat, részben, akik még nem eléggé ismerik a pályádat, azok beszélgetnének ebben a beszélgetésnek ebben a szakaszában. És hát, mint nyilván láttad, azt a szöveget javasoltam, vagy azt a beszélgetést javasoltam a közös előanyagnak azoknak, akik ezt még nem hallották, hogy egy ugye két évvel ezelőtt a Cseperi Gyurival beszélgettetek a könyvetekről, a Nem cserélek elveket könyvről. És hát igazából a beszélgetést azzal nyitnám meg, hogy akár ahhoz a beszélgetéshez, amit hát a két linkben elküldtem, akár annak, aki olvasta a könyvet, akár aki Zsuzsa pályáját ismeri, annak van-e valami olyan érdekes kérdése, vagy olyan, ami közérdeklődésre tart számot, hogy az szólaljon meg. És hát itt egyben annak a nemzedéknek, akinek vannak Zsuzsával közös élményei, arra is lehetőséget gondolni, hogy a kérdések során akár idézzem föl valamit a közös élményekből. Technikailag én itt azt javaslom, hogy egyszerűen szólaljon meg, aki 25-en vagyunk ugyan, de szólaljon meg, aki meg akar, mert nem látom rendesen a jelentkezéseket, ha jelentkezne valaki. Akkor bemelegítőként, Zsuzsa, én valamit kérdeznék tőled, hogy tulajdonképpen te többször azt mondtad, hogy téged tulajdonképpen mindig ugyanaz érdekel, és nyilván ez a nem cserélek elveket, ez is beletartozik. De mégis azt gondolnám, hogy volt egy olyan időszak, amikor téged elsősorban, mint hát oktatás szociológus tartottunk számon, és aztán jött egy időszak, amikor hát közvetlenül, ha úgy tetszik, szociálpolitikával vagy szociális munkával
és végül, amikor gyerekszegénységgel kezdtél el foglalkozni. És azt kérdezném, hogy megértve, hogy azt mondod, hogy téged valójában mindig a végső soron a szociális egyenlőtlenségek érdekeltek, de hogy mégis ezek a szakaszok, ezeket hogy éled meg, tehát hogy mentél át egyik szférából a másikba, amiben hát nem mindenki szokott közlekedni egyikből a másikba. Hát a felháborodás az nálam könnyen előáll, az felháborodós természet vagyok, de az adott esetben ez még indokolt is. Valóban, tulajdonképpen a gyerekek érdekeltek, a legelső cikkeim is a gyerekekről szólnak, hogyan tudnak otthon tanulni, van-e helyük tanulni, milyen eredményeket tudnak elérni a szülői segítséggel, vagy anélkül, miért van hátrányban, aki hátrányban van, miért nem lehet az, ugye van ez az Amartya Sennek ez a capability fogalma, ami végül is azt jelenti, hogy az ember meg tudja tenni azt, amit meg tud tenni. Miért nincsenek ezek a gyerekek olyan helyzetben, hogy ez a bizonyos capability valahogy egyáltalán felszínre kerülhessen. És aztán a különféle mászkáltam az országba, próbáltam olvasni, és aztán kiderült, hogy hát igen, ebben Ferenczben természetesen benne vannak a szokásos egyéni problémák is, de azért óriási nagy rész, nem tudom, hogy 70-80 vagy hány százalék múlik azon, hogy a gyerek hová születik, milyen körülmények között nevelkedik, milyen szeretetben, milyen szülők mellett, ki figyel oda, és akkor úgynevezett nagyon buta gyerekekből is lehetnek nagyon jó tanulók, és nagyon-nagyon okos gyerekek, végtelenül okos gyerekek az első napokban elveszhetnek, és vagy előítéletek miatt, vagy szegénység miatt, vagy úgynevezett iskola nem kompatibilis viselkedés miatt egyszerűen úgy kerülnek a peremre, hogy sose lesz belőlük semmi. Tehát mindig ez érdekelt, hogy mi az, amivel, ezt úgy is lehet fogalmazni, hogy mi az, amivel az esélyek egyenlőtlensége csökkenhet, úgy is lehet fogalmazni, hogy is van ez a szennel és a capability-vel, és mi az, ami azt kibonthatja, hogy a gyerekekből tényleg az legyen, ami lehet. Tehát azt mondod, hogy tulajdonképpen nem a rétegződés érdekel téged, vagy ilyen értelemben az egyenlőtlenségek, hanem a egyenlőtlenségeknek az a fajta eredete mindig is, ami gyerekkorból jött? Vagy a gyerekkori egyenlőtlenségek érdekeltek mindig is? Nem így mondanám. Úgy mondanám, hogy az, hogy egy társadalom milyen, mennyire szabad, mert a szabadság az legalább ilyen fontos ebben a dologban, az autonómiák legalább ilyen fontosak, mert az egész egyenlőtlenség növekedés azon múlik, hogy nincs szabadság arra, hogy csökkentsék, nincs akarat arra, hogy csökkentsék, és nincsenek olyan autonóm erők, amelyek valamilyen értelemben mozgatni tudnák valamilyen irányban azokat a tendenciákat, amelyeket egyesek rossznak tartanak. Nem tudom azt mondani, hogy a gyerekkori egyenlőtlenségek, azt tudom mondani, hogy a társadalom olyan szerkezete, olyan felépítődése, a hatalomnak olyan működése érdekelt, amely felerősíti az induló egyenlőtlenségeket, vagy éppenséggel arra törekszik, hihetetlen kevés eszközzel, kevés energiával és kevés támogatással, hogy az egyenlőtlenségeket és ezzel az esélyegyenlőtlenségeket is csökkentse. Most vannak országok, amelyek ebben sikeresek, de ehhez a polgárok, az állam és az intézmények olyan együttműködéshez szükséges, ahol egyet értenek abban, hogy a kevesebb egyenlőtlenség jó.
Mi egy olyan országban élünk, sajnos, gondolom elég régen, és nem tudom, hogy volt-e olyan időszak, amikor volt egy pár év, ami nem ilyen volt. Olyan országban élünk, ahol az egyenlőtlenségek növekedését mindazok, akiknek erre ebben szavuk lehet, és szavuk van, egyáltalán nem bánják. Az állam, hogyha ma nézzük, hogy hogy működik, határozottan és egyértelműen az egyenlőtlenségek bármekkora növekedésé működik, és egyáltalában nem bánja, ez folyamatosan nő. Itt a példák tömegét lehet mondani, kezdve attól, hogy az egész az úgynevezett állami redisztribúció teljesen egyenlőtlen felfelé húz, ugye a segélyeket megszüntették, ezzel szemben a közép- és felső osztályokat segítő csokokat és bokokat növelik, tehát amivel ők boldogulnak, az nő, amivel a szegények megélnének, az úgy csökken, hogy becsléseim szerint, de nem tudom, hogy te csináltatok erre becslést, ha nincs 150 ezer Magyarországon, aki semmilyen segélyt és semmilyen segítséget és semmilyen minimumot nem kap, akkor megeszem a kalapomat, legalább ennyi kell, hogy legyen. Tudnélik, megszüntették az összes normatív segélyt, a lakástámogatástól kezdve a nem tudom meddig, miközben a válság és a pandémium miatt az országok jelentős része valamilyen fajta kiegészítőleges vagy teljes társadalmi alapjövedelmet vett be, mi még azt is megszüntetjük, ami félig meddig van. Tehát ilyen értelemben itt most a szegénység növekedése majdnem, hogy azt mondanám, hogy kormányprogram, hogy ennek mi lesz a következménye a migránsokkal, és mindez rátámaszkodik ugye két alapra, az autonómiáktól való, minden intézmény autonómiától való megfosztására, amibe beletartozik a mindenfajta tudásoknak a gyűlölete is, és a gyűlölet kultuszra. Tehát az, hogy akár csak a kormány különböző tagjainak a beszédeiben is azt látjuk, hogy sugárzik belőle a mindenféle gyűlölet a migránsok ellen, az átmenők ellen, a szegények ellen, nagyon sokszor a cigányok ellen. Az antiszemitizmus csak olyan formában van jelen, hogy mondjuk a soros plakátok egy jó ideig díszítették az országot egy elég egyértelmű üzenettel. Szóval a gyűlölet alapú társadalom irányítás rettenetesen romboló. Az ország mindig hajlamos volt a megosztottságokra, de hogyha még az emlékezettorzítással is, és a jelenlegi politikákkal is erősítik a felosztottságukat, akkor ebből nagyon-nagyon nehéz egy integrált és befogadó társadalomhoz eljutni. Hogy a nagyon nehéz teljesen lehetetlen lehet, vagy csak nagyon nehezett, ezt én ma nem tudom megmondani. Érthető, amit mondok? Abszolút, teljesen érthető. Bizonyos elektronikus jelekből úgy érzékelem, hogy Kolosi Tamás szót kér. Jól látom én ezt, Tamás? Igen, azon a jogon, hogy talán az egyik leghosszabb ideje ismerem. Gyere a kép közelébe, hogy lássam a szájadat is. Hát ennél közelebb nem tudok. Most jobb, rossz szögben voltál, most jobb. Értem. 1966-ban vagy 67-ben az akkori Ötvös Klubban, ma az a Centrál Kávéház pincéje, hívtuk meg egyetemistaként Ferge Zsuzsát, akinek nem régen jelent meg akkor még a KSH keretében társadalmi rétegződés tanulmánya, és hát azóta
tulajdonképpen azt mondhatom, hogy kisebb szünetektől eltekintve folyamatos kapcsolatban vagyunk Zsuzsával. Én igazából nagyon sokat tanultam tőle a társadalmi rétegződéssel, társadalom szerkezettel kapcsolatban, amit ezúttal is szeretnék megköszönni. Sokat vitatkoztunk is, ma is vitatkoznánk valószínű, hogyha találkoznánk, de úgy gondolom, hogy Ferge Zsuzsa számomra mindig is az a tudós példakép marad, akitől tanulni lehet, és tanulni kell, és remélem, hogy legközelebb a 120. születésnapon is beszélgethetünk. Nem. Úgyhogy Isten éltessen, Zsuzsa. Köszönöm. Én nem adom, mert ez igazából ugye nem kérdés volt, hanem zseniális életművemnek valamilyen fajta méltatása. Én csak azt tudom mondani, hogyha újra kezdeném, akkor a témák ugyanezek lennének, de valószínűleg egész más megközelítéseket is használnék, bonyolultabbakat, átgondoltabbakat, egyszerre elméletibeket és gyakorlatibbakat, de ezt most nem mondom el, mert az egy másik könyv lenne. Hát nem mondd el, de az valóban érdekelne, hogy mi az, amire ma azt gondolod, hogy amiket megírtál, azokat... Nézd, elsősorban az emberek hiányoznak ezek. Az emberek, mondom, elsősorban az emberek hiányoznak az én munkáimból, valahogy a ráció és az érzelem nincsenek összhangban, nem látszik ezeken az embereken, túl azon, hogy szegények vagy gazdagok, tanultak, tanulatlanok, szenvedők, nem szenvedők, nem igazán látszik, hogy ők a többiekhez is, a többiek hozzájuk, ők a hatalomhoz és a hatalom hozzájuk, hogyan viszonyul, és ebben a viszonyulásban mennyi a félelem, mennyi a szorongás, mik is a hatások. Úgyhogy valahogy úgy is mondhatnám, hogy a pszichológia hiányzik az én szociológiámból. Nem azt jelenti, hogy szociálpszichológiát szeretnék tanulni, vagy csinálni, csak azt jelenti, hogy a társszerűséget kicsit jobban szeretném az érzelmekkel ötvözni, ha megint van ennek értelme, amit mondok. Önmagában az, hogy amit a pályád elején iskolának nevezel, azt most gyermeknek nevezed, ennek nyilván már van egy personalizált formája. Mondjuk belegondolok abba, hogy azt hiszem, hogy én még életemben azt a szót, hogy gyerek, sem le nem írtam, sem ki nem mondtam, hogy 30 éve, hogy igen, ezt a szót 30 éve azt hiszem, nem írtam le. Tehát ennek nyilván van egy ilyen, tehát ennek kifejezetten van egy ilyen a personalizált megközelítés. De azt kérdezem, hogy vajon maga az, hogy a szociális munka, mint intézmény és aktivitásnak a magas szintű legitimitása mellett lobbiztál és sokat tettél ennek érdekében, ez vajon nem maga az, hogy a, hát mondjuk a nagy rendszerekkel, vagy elsősorban mondjuk a rétegződéssel, vagy a nagyobb kategóriákkal foglalkozó szociológia mellett valamilyen értelemben már a konkrét segítendő ember az, aki a középpontba került nálad? Jó, ebben teljesen igazad van, bár ez egy elég késői fejlemény volt, amelynek egyáltalán a felbukkanása nem is kismértékben
Hegyesi Gábornak és Raigás Katinak köszönhető, mert valahogy ők hozták be a szociális munka szellemét ebbe az egész katyvaszba, amiben éltünk. És hát nem tartott nagyon sokáig, hogy megértsem, hogy ezekkel a gyerekekkel többet kellene egyénileg is foglalkozni. Na most az egy tragikusan más kérdés, hogy vajon nem a pedagógusok lennének azok, akiknek ezt a munkát valamilyen pedagógus asszisztenciával végezniük kéne. Jó-e az, ha van egy szociális munkás az iskolában, aki egyértelműen úgy foglalkozik a gyerekekkel, hogy az már megkülönböztetést is jelent. Aki ez a szociális munkás megy, az már nem olyan. Tehát ha már nem olyan, akkor más, és ha más, akkor baj van. Tehát nem olyan nagyon boldogító, hogy a pedagógiai, a feldúsított pedagógiai eszközök helyett egy külön ember megy be az iskolába, aki, mondom, egyben még a megbélyegzés veszélyét is viheti magával. Ugyanakkor az iskola olyan mértékben eszköztelen, és olyan fajta viszony van a pedagógusok és a szülők között, hogy nagyon nehéz a szülőknek segíteni, akár anyagilag, pszichológiailag, lakásilag, akárhogyan. Na most, ha a szociális munkásnak sikerül valahogy elintézni valamilyen csoda folytán, hogy a lerohadt, lerombolódott, komforttalan lakásból a négy gyerekes családot valahogy átküzdi egy elfogadhatóbb lakásba, akkor már minden megérte, akkor már rendben van. De egy normális államban mert Magyarország ehhez képest azért gazdag állam, mindenféle szempontból Európa közepén vagyunk, tehát nem vagyunk szegény állam. Sokkal inkább elosztás, mint források kérdése, hogy legyen mindenkinek tisztességes lakóhelye. De amikor a Göncöl Kati ezt a kérdést 95-ben felvetette, amikor ombudsman volt, olyan tökéletesen elutasították ezt a törvénybe foglalandó igényét, hogy azóta is csak odáig ment el, azt hiszem, az alkotmánybíróság, hogy ne fagyjanak meg az emberek. Most már ez egyértelmű, mert mióta hajléktalanoknak szabad ég alatt, pontosabban kötelező is szabad ég alatt aludni, azóta még a megfagyás elleni állami tilalom is, mintha megkérdőjeleződhetett volna, de lehet, hogy ez csak az én rossz indulatom. Feleltem valahogy a kérdésre? Közben kérdezem, hogy a rohamosan változó közönségben, illetve gyarapodó közönségben valaki akar-e szólni? Nézem, hogy valaki bekapcsolta magát. Igen, már megszólítás miatt teljesen meghat, hogy Zsuzsa erre emlékszik. Én azt gondolom, hogy sokkal több a szociális munka, mint egy személyes segítő, annak a szociálpolitikának a közvetítője, amelyet Zsuzsa képvisel. És ebben nagyon sokat lehetne tenni, ha a szociális munka olyan érték lenne, mint ahogy mi azt annak idején, ahogy mondta, magas színvonalon elkezdtük. Van rá néhány példa, kiemelkedő példa. Beletudnék itt, hogy ha emlékszel rá, amikor a szociális munkás képzést kezdtük, akkor tulajdonképpen két nézet volt. Nekem az volt a mániám, hogy ami ebben az országban a legjobban hiányzik az embereknek, az az öntudat, a jogtudat, az állampolgártudat, az, hogy fel tudják emelni a fejüket. A szociális munka másik ága, ami tulajdonképpen hát el is terjedt, sokkal inkább az elemi szükségletek elemi kielégítésé
ig ment el, és ennél tovább se lehetősége, se felkészültsége nem volt ahhoz, hogy ennél tovább menjen. Tehát az állam, az, amit én állampolgárnak álmodnék, hogy állampolgár legyen az emberekből, odáig nem jutottunk el, a magyar szociális munka talán odáig eljutott, hogy egyáltalán elfogadja azt, hogy ő is ember. Én remélem, hogy azért többet néhány iskolába, és ehhez nagyon nagy mértékben hozzájárultak azok a külföldi kollégák, itt lévő Korazim is, és Amerikából is, Angliából is, akiket éppen te hoztál be, és akik segítették ezt az öntudatra ébredés eszköztárát megtanulni és megtanítani. És ilyen könyveket adtunk ki. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok érte, hogy ezt a vitát akkor lefolytattuk, és a mai napig is, ahogy Kolosi Tamás mondta, nem csak, hogy kiváló tudós vagy, hanem nekem kitűnő ember is. És az életed az nekem példa. Igen, azt hiszem, hogy nem tudom, hogy a nem cserélek elveket cím az a jött, de már mint a Nem cserélek elveket című könyvnek a címe. Ugye ez egy nyilván egy olyan morális természetű üzenet, amit akár egy atomfizikus is, és MTI-elnökök és hasonló személyek is magukénak tarthatnának. Tehát ehhez nyilván nem kell feltétlenül szociális munkásnak vagy szociológusnak lenni, mert nyilván, ahogy tetszik, ez egy általános ilyen szakmai szabályokon túlmenő vagy túltekintő dolog. De közben itt nézem, hogy mintha Hegyesi Gábor és Gerő Zsuzsa kért volna szót. És Jossi Korazim is szót kért, igen. Köszönöm, Tibor. Én még csak majd gondolom, én átadom most a Jossinak. Szervusztok egyébként, jó reggel. Szervusz, Zsuzsa. Parancsol, Jossi. Jó, de volt valaki más még előtt? Igen, én várok még, mert a Mari így próbálkozik, majd az utolsó mondatnál adok üzenetet. Akkor Jossi, tiéd a szó. Mindenki szerénykedik, úgyhogy hiába csak harmadiknak említettelek, most tiéd a szó. Hát jó, én csak azt szeretném mondani, hogy mi itt Izraelben, Jeruzsálemben még 1992-ben ismertük meg Zsuzsát és Taigás Katit, akik kijöttek Izraelbe a Jointon keresztül egy Bancher programra. De úgy látszik, hogy a Zsuzsát felkérték arra, hogy amikor majd itt Izraelbe körülnéz, hogy ezért érdeklődjön, hogy mi is ez a szociális munka. És akkor már az összes tanszékvezetőket interjúolta, és a végén, én nem voltam tanszékvezető, de a végén valaki azt mondta, de itt van egy Jossi Korazim is, aki Magyarországon született, és talán érdemes vele is beszélni. És akkor bemutatkoztunk, és azt mondtam, hogy hát én vagyok a Jossi Korazim, de tulajdonképpen én vagyok a Körösi Laci. És hát akkor láttam a könnyeket a szemébe, és azt mondta, hogy hát akkor én pedig ismerem a családodat, olyanokat is, akik nem jöttek vissza. És hát ebből kezdődött egy... Ebből öregebb vagyok a Jószínál. Igen, körülbelül 15 évvel. Szóval ezen a kapcsolaton keresztül, és van még egy mese, ami azért azt hiszem, hogy nagyon-nagyon karakterizálja a Zsuzsát, hogy amikor megtudta, hogy
hogy 93 nyárán volt egy Európai International Federation of Social Workers Debrecenben volt a konferencia. És akkor kaptam egy telefont Zsuzsától. És azt mondta, hogy Jószikám, hallom, hogy jössz Debrecenbe. Na hát akkor én már beszéltem az Ávóval, hogy ne engedjenek téged vissza Izraelbe, mielőtt megállsz az ELTE-n. És úgy kezdődött a magyarországi kapcsolatom. És hát persze ez volt az egyik legnagyobb, legkomolyabb változása a szakmai életembe és az identitásomban, mert addig nagyon büszke voltam az izraeli identitásomra, és azért azóta már egy kicsit a balánc egy kicsit megváltozott. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen nem is köszönöm, hanem boldog vagyok, hogy találkoztunk, és hát persze ebben benne van Rachel is, és ahányszor jövünk, találkozunk, és Rosh Hashanah, és stb. Stb. Köszönöm szépen. Megnézem, hogy kinél van bekapcsolva a mikrofon. Péter. Klára. Péter. Ja, parancsolj, igen. Én az ön alatt Tóth Pál Péter vagyok. Igen, igen. És nagy-nagy szeretettel szeretném a még nem 90 éves, már majdnem 90 éves Serges Judát üdvözölni, és kívánni azt, hogy a továbbiakban is hát maradjon olyan, amilyen eddig volt, vagy legalábbis amilyennek én megismertem, vagy megismerhettem, mert én úgy gondolom, hogy kapcsolatunk sosem volt szoros, de mindig nagyon szoros volt. Szóval én nem tudtam Zsuzsához úgy fordulni ebben a furcsa felemás kapcsolatban, hogy ne szakítson rám időt, ne segítsen, ne mondja el a véleményét, és ugye miután azok közé tartozom, akik nem tudom, itt a harmadik, a szociológia harmadik újjáteremtésének második csoportjához tartozom, hogy két könyv, mindmáj, Zsuzsának nagyon sok fantasztikus tanulmányai, és a társadalmi folyamatok nagyon széles területét átölelő elemzései, kutatásai voltak, de nagyon-nagyon egyénileg hagy emeljem ki az én életemben a Csehszombati Lászlóval közösen szerkesztett szociológia módszertan, majdnem pontosan mondom a című könyvet, amely úgy hiszem, hogy nem csak az én életemben, hanem mindazok életében, akik valahol a 70-es évek, 60-as évek végén, 70-es évek elején belefutottak ebbe a tudományágba, vagy belekerültek, azoknak egy meghatározó szakkönyv. A másik pedig, ami mindmáig példamutató számomra is akkori hatását sem tudom feletni, ami a társadalmi rétegződéssel kapcsolatos, amit részint Zsuzsa önmaga, részint pedig Kolosi Tamással párhuzamosan együtt végeztek. Szóval én nagyon-nagyon örülök, hogy most hosszú évek után, mert talán az elmúlt 3 évben még csak véletlenül se futottunk össze, hogy itt láthatlak, és más se kívánhatok, mint azt, hogy nagyon jó egészségben a továbbiakban is maradj meg abban a szellemi frissességben, és figyelj bennünket, és figyelj a társadalmi folyamatokat, segíts bennünket, mint ahogyan eddig is tetted. Isten éltessen, Zsuzsa! Köszönöm szépen. Ez jól esett. Gábor. Köszönöm szépen.
Szervusztok, hát elsősorban szervusz Zsuzsa az éteren keresztül. Tibor, neked nagy köszönet, hogy ezt megszervezted. Amikor ez kiderült, akkor én arra gondoltam, hogy persze Zsuzsa még, mint öröki fiú, még igazából ez még nem a nagy nap, de hát tekintsük úgy, hogy egész évben picit hangoltabban, vagy hangosabban beszél, picit. Köszönöm, hogy mondod. Minden kérdettem eddig, csak ahogy folytatod. Jó, úgy folytatom, hogy úgy tekintünk erre a mai beszélgetésre, hogy megnyitja a Ferge Zsuzsa ünneplés évadot, mert Zsuzsa, még nagyon sokszor át fogsz menni ezen, hiszen rengeteg barátod, tanítványod van, kollégák, úgyhogy ez már csak így van, viseld el, hogy nagyon sokan szeretnek, szeretünk, ünneplünk, büszkék vagyunk rád. Én az ünneplő szavak mellett szeretnék egy kicsit gondolkodni azon, amit mondtál az előbb a szocmunkáról. Az egy nagyon fontos gondolat. Ugye a szocmunka, a szociális munka neked azt jelenti főleg, hogy hangot adni az embereknek, hogy a szociális munkás a, ugye, ahogy a szakma mondja, empowerment, tehát megerősíteni, cselemelni, gerinc egyenesítő, hát magyarul, amit a szakma másként úgy mond, hogy democratic agent, tehát, hogy a szociális munka során tulajdonképpen, amikor a különféle problémákkal küzdő emberekkel, csoportokkal együtt vagyunk, mi hirdetjük a demokratikus gondolatokat, az egyenlőséget, és azt segítjük, hogy jobb helyzetbe kerüljön. És ezzel szemben mondod, és igazad van egyébként, hogy a magyar szociális munka inkább a másik irányba ment, ami persze ugyanolyan fontos, hogy mondjam, amit József Attila mond, éhe a szónak, éhe a kenyérnek. Mind a kettőre szükség van, de kevésbé vált a szociális munka a democratic agent típusúvá, sajnos. Valószínűleg ez a magyar történelem, a kisebb demokratikus hagyományok és a politikai rendszer, ami magát a szociális munkát nyomja le, és nem hagyja, hogy ezt a bizonyos democratic agent szerepét nagyon eljátsza. Embereket megfélemlítik, kirúgják, és maga a szakma is a társadalompolitikának a szolgálatlánya. Úgyhogy nem akarok jobban belemenni, ez egy nagy téma. Üdvözlöm Josit is közben, látom nagy örömmel, és a többi barátot. Tehát ez a democratic agent, hát a mostani korszak nem igazán kedvez ennek, sőt, még inkább rosszabb. Úgyhogy én azt kívánom, Zsuzsa, hogy a következő évtizedekben éld meg, hogy mi együtt ezt a vonalat meg tudjuk erősíteni, és mi ezért harcolunk. Boldog születésnapokat! Az a baj, tudod, Gábor, hogy teljesen igazad van, csak most a helyzet annál is rosszabb. Hát így van. Mert a szociális munkások a különböző önkormányzatoknál teljesen bekerültek őket minden autonómiától megfosztó olyan taposomalomba, hogy az önkormányzat illetékese mondja meg, hogy kihez hány fillér segélyt vigyen. Na, de nagyon van, még hallgatom ezt. Nem hallgatom, hanem most... Igen, közben, ha jól érzékelem... Ez is akkor rajta. Én is. Jó, tehát én úgy látom, hogy az előbb Kozma Tamás talán szót kért, ugye? Aztán tehát akkor... Most egyelőre úgy néz ki a sorrend, hogy Kozma Tamás, Acsádi Judit. Szerintem Ráhel előttem jelentkezett, és akkor... Akkor Ráhel, bocsánat. Így van. Akkor először akkor... Akkor Kozma, Ráhel, Acsádi Judit. Tamás, mondjuk várjuk meg Zsuzsát valóban. Valóban elszaladt. Igen. Addig átküldtem ebben a chat nevű üzemmódban, volt egy viszonylag hosszabb beszélgetés tavaly a Zsuzsával,
aki akarja és nem ismeri, az majd talán nézze meg. És közben Tamás kapcsolja már be a mikrofonját. Köszönöm, bekapcsoltam. Mondhatom? Hát nem, hát szerintem várjuk meg a Zsuzsát, nem tudjuk, hogy mennyire hangos az ő... Nem látom. Én senkit nem látok magamon kívül. Érdekes. Igen. Tehát az a lényeg, hogy a Zsuzsa, a Ferge Zsuzsa egy pillanatra elment. Ezt értem, értem, csak hát szeretném látni. Érdekes, hogy nem látod. Van egy ilyen kis tű, ami olyan, mint egy ilyen kis kitűzőszerű, valószínűleg arra van rákattintva, és azért látod önmagadat. Most így van, le is mentem róla, most téged látok, is, ha nem, de többeket nem látok. És ezt vajon hol kell megoldani? Hogy ezt vajon hol kell megoldani, hogy másokat is lássak? Hát azt hiszem, a többiek mindenkit látnak, vagy pontosabban hat. Akkor jó. Ez van három pont a jobb alsó sarokban. Igen. És hogyha arra rákattintasz, akkor ott van egy ilyen, hogy az elrendezés módosítása. Aha. És ha oda belemész, akkor ott tudod húzni alul azt a kis sávot, hogy hány embert láss a mozaik nézetben. Uh-huh. Most már látom, hogy nagyjából... És nem. Hogy ott mondjuk egy 30-ra behúzod, akkor mindenkit látsz. Aha. Hát az egyet, hogy egy táblagép jobban kisebb. Aha. Jóval kisebb képernyővel. Valamit látok, de ez alig, hanem a Péter. Zsuzsa visszajött, Tamás. Akkor én szeretném én is köszönteni Zsuzsát. Szeretném elmondani, hogy hogyan találkoztam vele. Ez nem most volt. Zsuzsa életkorban is előttem jár. De nem olyan drámai sokkal. Én 1968-ban kezdtem szociológus lenni saját elhatározásból. Akkor éppen megjelent az a nagy módszertani könyv, amit Zsuzsa is szerkesztett, hirtelen kiment a fejemről a neve, meg Csehszombati, és még valaki harmadik. Na, ezt a könyvet vettem meg, és akkor éppen falusi tanító voltam, tanár most akkor már, és elhatároztam, hogy akkor én most szociológus leszek, ami egy kicsit bonyolult a dolog volt, de nem ezt akarom elmesélni, hanem hogy voltam egy továbbképzésen 68-ban a Debreceni Egyetemen, mondom, akkor vidéken dolgoztam. És ott meghallgattam Hegedűs András előadását, aki akkor éppen szintén szociológus volt, és utána oda mentem hozzá, és elmagyaráztam, hogy én most akarnék szociológus lenni, és hogy mit csináljak ehhez, és hogy mi érdekel engem, kérdezte ő. Mondtam, a hátrányos helyzetű gyerekeket, ez akkor éppen a levegőben volt, és úgy gondoltam, hogy az én iskolás tapasztalataim az pont ez a téma. És akkor azt mondta, hogy hát ez nagyon érdekes dolog, őt is érdekelni, de hát nem tud mindennel foglalkozni, viszont Ferge Zsuzsa az intézetben, akkor ez az Akadémia Szociológiai Intézet volt, az intézetben Ferge Zsuzsa a felelős ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és hogy őt keressen meg. Na, nagy bátran, akkor kellett egy lélegzetvétel nekem, később is még sokszor. Elmentem az Úri utcába, és megtaláltam az intézetet, és bekopogtam egy ajtón, mögötte világítás nem volt, elég sötét volt az iroda, amit beléptem emlékeim szerint, és ott ketten felnéztek egy asztal mellől, ahol nem ültek, hanem álltak. Azért álltak, mert nagy volt egy nagy számítógépes leporellót tanulmányoztak éppen, és ahhoz állni kellett. És a Zsuzsa volt az egyik. Havas Judit volt a másik, hozzáteszem. Zsuzsa fölnézett rám, mérlegelt, hogy ez a pasi, ez kicsoda, és hogy ezt ismeri, nem ismeri.
aztán úgy döntött, hogy talán ismeri, de az én, nem biztos. Én volt, talán igaz se volt. És én ettől kezdve, nekem ettől kezdve, ha arról van szó, hogy szociológia, akkor mindig Zsuzsa jut eszembe, és ez a kép, ahogy ketten ott állnak, ez az empíria, a Leporello, azonban minden, én felmegyek, hogy én magyar a várba, és elmondjam, hogy én mostantól kezdve a vidéki, a vidéki harusi hátrányos helyzetű gyerekeket szeretném vizsgálni. Ebből benne volt az a élet is, meg saját mikor is benne volt. De hát főképp Zsuzsa volt benne. És aztán sok minden történt természetesen. Zsuzsával persze sokszor találkoztam, össze is tegeződtem, nagy elismerése és sok szeretettel gondoltam és gondolok rá. Beszerveztem abba egyesületbe, amelyet később alapítottam. Ez nem olyan régen volt, ez 10 évvel ezelőtt volt. Meg is kapta az egyesület díját, és sikerült is átadnom. De mindegy, sok minden történt. Ez a kép, hogy mi, mint szociológusok szemben mindazzal, ami körülöttünk van, elmélyülten tanulmányozzuk az eredményeket, tartalmazó Leporellót, aztán megfordulunk, kimegyünk idézően a terepre, én magam visszamegyek az iskolába, ez nekem egy életre a szociológia. Köszönöm szépen, Zsuzsa. Ezt szerettem volna elmondani, már régóta készülök rá. Én nem is tudom, hogy nem mondtam erről. De minden alkalommal, ha alkalom adódik, örömmel mondom el, főleg azért, mert itt vagy közöttünk. És azt szeretném, hogy még elmondhassam, még sokszor elmondhassam, ha alkalom adódik, hogy még sokáig legyek közöttünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ráhel Korazimot kérem szépen. Köszönöm a szót, szívesebben inkább angolul mondanám, de megpróbálom azért magyarul. Zsuzsa, örülök, hogy láthatlak, és mindenki mást. Nem tudom, hányan vagyunk itt, akik nem szociológusok, nem szociális munkások, de mondjuk én egy ilyen vagyok. Oktatással foglalkozom, irodalommal, költészettel, zsidóság oktatással, mi közöm ehhez? És mégis van egy emlék, egy élmény, ami megmaradt bennem. Volt ez egy olyan alkalom, Zsuzsa, amikor nálunk jártál, most nem biztos nem az első alkalom, hanem egy későbbi. És minden alkalommal, mikor itt voltál, zsufolt volt a program, nem volt szabad időd, és akkor kitaláltuk a Josival, hogy talán egy szombaton sikerül ellopni téged a sok találkozásból, és elviszünk egy kirándulásra. És a dolog arról szólt volna, ha megengedted volna, hogy good time, hogy szép tájak, és turistai attrakciós, és talán még belefért volna egy jó vendéglő, ez volt a terv, nem a tied. Mert te tudtad, és ma is tudod rólam, hogy én különleges kirándulásokkal foglalkozom, oktatósok, pedagógus részekre, és akkor azt kérdezted meg tőlem, hogy vajon lehet-e valahogy azt megnézni, hogy a különböző arab polgároknak Izraelbe a különböző státuszokat. Mert van olyan, aki izraeli állampolgár, van, aki nem, van, aki Jeruzsálem polgár, de nem izraeli állampolgár. És akkor kitaláltunk egy olyan tervet, egy szombati nap volt, pont mint ma, sütött a nap, elkezdtük Jeruzsálem, Kelet-Jeruzsálembe, ahol Jeruzsálem polgár, de nem állampolgár. Elmentünk Ramallah felé, ahol palesztin terület, különleges kapcsolat. Aztán végigmentünk északig, a Golán fennségig, ahol a drúz arab, szír állampolgár, viszont Izraelbe lakik. És akkor visszafele még megvolt a negyedik formája a dolognak, ahol teljes izraeli állampolgár. Úgyhogy sikerült neked, Zsuzsa, egy olyan programból, amit mi terveztünk, mint egy good time,
és szabadidő, abból is sikerült egy szociológiai szemináriumot csinálnod. Én nagyon élveztem, és nagyon örültem neki. És remélem, hogy még egy picit emlékszel rá is. És örülök neked, és mazel tov. Happy birthday! Ráhel, ilyenkor sose tudom, hogy szitnak vagy dicsérnek, de most akkor ezt felfogom dicséretnek. Oké, okay. Nekem dicséret, onnan jött. Köszönöm szépen, Acsádi Judit. Judit, nincs bekapcsolva a mikrofonod. Van, akit látok, van, akit nem. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Zsuzsa, Isten éltessen, boldog születésnapot kívánok, és egy-két szót én most így a tanítványok nemzedéke felől, hogy mondjak. Én személyesen Zsuzsával egy doktori kurzusban találkoztam először. Hát ő nekem egész szociológiai tanulmányaim alatt ugye nagy név volt, akit mindig olvastuk a könyveit, vizsgáztunk belőle, és egyszer csak ott ültem vele egy ilyen félkörben, mint doktorandusz. Amikor is Zsuzsa megszólalt, hogy kedves kollégák, mindenki tegezzen, mert hogy én most már kollégának tekintelek benneteket, hát ott szerintem mindenkinek földbe gyökerezett a lába, legalábbis az enyém, és remegett a hangunk. És Zsuzsa megkérdezte mindenkitől, hogy mi a diszertációjuk témája. És ezt most azért mondom el, mert azóta, ha nagy ritkán én is tanítok, vagy van doktoranduszom, én bizony ezt idézni szoktam. A hallgatók, mindenki ott elrebegte, hogy mit tudom én, a hajléktalanokról szeretne írni, vagy a társadalmi rétegződésről, vagy mindenki ilyen nagy témákat pufogtatott, hihetetlen tudományos megfogalmazásokban. Zsuzsa csak ült, és akkor így ránézett az emberre, és megkérdezte tőle, hogy jó, rendben van, na de mi a sztori? És én ezt azóta szoktam idézni, hogy ez az ártatlan hallgató, az tudja elmondani ezt a dolgot úgy, hogy honnan, hova megy, mit akar az egészen közvetíteni. Ez nekem egy akkora iskola volt, és a másik, ami miatt én tulajdonképpen folyamatosan kapcsolódom a Zsuzsának munkásságának egy részéhez, az bizony az, hogy a magyar társadalom a nőkérdéshez, a nők emancipációjához hogyan viszonyul, és én erre teljesen rákattantam erre a témára, és ennek a történeti aspektusaira is, mert azt gondolom, hogy ami vita ma az úgynevezett gender kérdésben és társadalmi nemek kérdésében van, az bizony azért is van, mert hiányzik az ismeret mindarról, hogy akár a feminista gondolkodásnak a története hogyan alakult. És még egy dolog mozzanat jutott most eszembe, hogy itt a beszélgetés elején említette Zsuzsa, hogy ő úgy érzi, hogy az emberek hiányoznak a munkáiból, és én például, amit a szegénységről írt, vagy felidéződött bennem egy inkább szociográfiai munka, amit gyári munkásnők között végzett, még a 60-as években, ami bizony arról szólt, hogy egyenként végiglátogatták ezeket a helyeket, ahol a nők futószalag mellett 8-10 órát dolgoztak, és hogy az nagyon arról szólt, hogy ők hogyan élik meg a saját helyzetüket. Úgyhogy Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm a tanítást, és figyellek, és ott vagyok mindig, ahol hallhatlak, és amikor személyesen lesz a kocintás veled idén, mikor nem lesz zárlat, akkor ott leszek. Köszönöm szépen. Egyrészt azt akarom mondani, hogy köszönöm, hogy elmondtad ezt a sztori dolgot, mert ezt nem mindenki érti meg, hogy az ember nem egyszerűen csak elmondja, amit lát, hanem tényleg valamit, hogy mondjam, valamilyen fajta érdekességet ad neki avval, hogy valamilyen kered eleje, közepe és vége van. Úgyhogy ezt köszönöm. A másik dolog, amit mondtál, igen, én azt mondtam, hogy az emberek azok hiányoznak, de azért azt muszáj elmondanom, hogy én rettenetesen sokat jártam az országot, éveken át nem volt olyan közeg, nem volt olyan
tájterület, ahol ne lettem volna, bementem beszélgetni. Azt tudom, hogy még az elején mindig ott volt a készítés, hogy jaj, adjak 100 forintot, vagy 500 forintot, mert hogy ne halljanak holnap ilyen. És ez valahogy szakmailag teljesen tilos volt, úgyhogy ezzel ma se tudok megbirkózni, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy azonnali segítség is legyen, meg ne szakja, ne szegje meg a szakmai szabályokat. Hát valahogy el volt, hogy mondjam, valahogy elintéztem, de én nem tudok úgy szociológiát csinálni, tudok csinálni, hogyha nem ismerem azt a közeget, amiről írok. Hát rengeteg iskolában is voltam, rengeteg intézményben, és rengeteg családnál, és tulajdonképpen ez volt mindig a munka legérdekesebb része. Elmentetek, eltűntek a képek. Az elvileg nem lehet, tehát elméletileg mindannyian látunk mindent, valami árulás történt. Hozzáértél valamilyen gombhoz? Zsuzsa. Hogy? Hozzáértél valamilyen gombhoz? Hozzá? Nem is hall. Nem értem. Hallasz minket? Mondd még egyszer. Hallasz minket? Na, hallak, most egész jól hallak. És látsz minket? Mert olyan, mintha nem hallanak. Nem, hallak. És látsz is minket? Hát már akit a képek azok eltünedeznek, de gondolom az emberek tünedeznek el a képek mögül. Na, visszajönnek, arról van szó, hogy 32-en vagyunk, és a számítógépednek a monitora az valahogy optimalizálja. Tehát, hogy nem mindenki hát mutat. Mindig másképp optimalizálja, most ennyien vagytok, de ez mindegy. Igen, tehát 32-en vagyunk valóságban. Hát gyönyörű. Igen, igen. Gerő Zsuzsa közben bekapcsolta a monitor... Igen. Én tulajdonképpen... Péter játék, hol elmentek, hol visszajöttök, most éppen... Most itt vagyok, Gerő Zsuzsa vagyok, nem ismersz, én viszont minden bötüvet eszem és ismerem, de most Hajfáról beszélek, és hallasz, Zsuzsa? Igen. És a barátnőm Torontóba él, aki hajnal 3 és 4 közt várta, hogy fel tudjon köszönteni, úgy hívják, hogy Marianna Kecskeméti. Ne beszélj, hol van Marianna Kecskeméti? Torontóban van, és a Péter megtanította tegnap, hogy hogy kell ezt köszönteni, és hogy tudjuk. A nagyváradi Kecskeméti Marianról beszélni? Igen, igen, az Andornak a lánya. Igen, a Kecskeméti Andor. És a Kecskeméti Lipót volt a nagypapája. Így igaz, de találkoztatok tavaly előtt nyáron Budapesten. Igen. Ő sajnos összeomlott az internetje, hiába ébredt fel hajnal 3-tól 4-ig próbálkozott fél 5-ig, úgyhogy azt kívánja, hogy mindent, ami jó neked, tiszta szívből, és reméli, hogy ezen a nyáron fogtok tudni újra találkozni. Hát én pedig változatlanul eszem, hogy nem a betűnyet. Nagyon nem tudok járni, és nem tudok utazni, úgyhogy ha találkozunk, akkor az csak itt Magyarországon lehet. Én remélem, hogy látom. Egyébként a nagyváradi zsinagóga, kétszer voltam Nagyváradon, egyszer úgy, hogy a zsinagógán van egy emléktábla, a Kecskeméti Lipót ott volt, nem tudom hány évtizeden át rabbi, az éppen össze volt törve, és a földön volt, és mikor másodszor mentem, akkor helyre volt téve. Úgyhogy történnek még nagy-nagy dolgok. Igen, szépen megcsinálták általában a zsinagógákat az utóbbi. Most is Nagyváradon élsz? Nem, én Hajfán vagyok, Izraelben. Ja, értem. Én csak olvasod vagyok, csodálod vagyok,
történeteket hallok rólad, és a betű, nem a szavaidat, mondataidat olvasom, hanem minden betűt többször annyira szerettem ezt az utolsó életrajzi kötetedet, hogy háromszor olvastam, és terjesztem az itteni magyar barátnőim között. Miért Kati jól kérdezett? Na. Ennyi. Köszönöm. Igen, azt kérdezem, hogy igen, a kérdezem, hogy a esetleg a legfiatalabb nemzedék, akik csak most ezekből a videókból tájékozódtak, mármint a ma reggelre javasolt videókból, azoknak van-e valamilyen kérdése vagy megjegyzése Zsuzsához? Meg vannak illetődve a sok híres embertől. Igen, nem tudom, hogy hallottok-e, Péter. Igen, én csak annyit szeretnék mondani Zsuzsa néninek, hogy nekem ez a mai reggel ez egy ilyen csoda, úgyhogy én csak ülök, hallgatok tátott szájjal, és nagyon hálás vagyok, hogy ennek az egésznek a részese lehetek. Úgyhogy köszönöm szépen. Hát jó lenne sokkal többet beszélgetni. Hát most a Covid az nem nagyon kedvez az ilyen beszélgetéseknek, meg az én öregségem nem nagyon kedvez annak, hogy akárhova el tudjak menni. De tulajdonképpen, ha ez minket elég érdekelne, akkor mit tudom én, havonta egyszer lehetne itten a weben egy szemináriumot, vagy beszélgetést tartani, akár a legaktuálisabb szociálpolitikai kérdésekről is, mert azokról se tudunk eleget, de hát ez valaki szervezőnek a dolga, majd az MP. Hatok, Zsuzsa, hogy amikor erről a mai beszélgetésről volt szó, akkor a föl sem merült benned, hogy ez online lesz, és miután, ugye már egy fél évvel ezelőtt kijelentetted nekem, hogy te már sehova nem mész, és te már annyira fáradt vagy, és mikor erről a mostani beszélgetésről, mit tudom én, egy hónap ezelőtt megállapodtunk, akkor azt kérdezted, hogy taxival gyere-e a Dankó utcába, vagy autót küldünk, érted? Tehát egyfelől azt mondod, hogy nincs energiád mozogni, másrészt viszont szerencsére én úgy látom, hogy végül is kisebb-nagyobb nehézségekkel online is végül is, hát hogy mondjam, kész vagy kommunikálni az érdeklődőkkel. Sőt, hát ezek szerint, ugye, hogyha egy hónappal ezelőtt élményeim nem csalnak, akkor személyesen is. Mondjuk az online-nak azért nyilván az az előnye, hogy itt több kontinensnyi ember fel tud bukkanni, ami hát nyilván személyesen egy picit nehéz. Óriási előnyei vannak, hát mondjuk most kizárólagos lehetőség, de nem ilyen vészterhes időkben is óriási előnyei vannak. Lehet, hogy jobban el lehet rendezni, lehet, hogy meg lehet oldani, hogy körbeüljünk, lehet, hogy, tehát, hogy nem ilyen biztos mindent meg lehet oldani. Igen. Ivet? Én is csatlakoznék Melindához, én nagyon-nagyon örülök, és nagyon hálás szívvel fogadom, hogy én is a tisztes társaság közé sorolhatok. Én már olvastam Ferge Zsuzsának nagyon sok írását, pedig én tényleg a 80-as évek elején születtem, úgyhogy nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ilyen nevek között, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ez létrejött ez az alkalom, és én még nagyon sokat hallgatnék tényleg, akár a 21. századi szociálpolitikáról, akkor a nők kérdésről, nagyon-nagyon sok kérdés, meg nagyon sok még kutatnivaló terület van, én úgy gondolom, és nagyon sajnálom, és fáj a szívem, amikor azt látom, hogy azért nyugaton sokkal jobban megoldottak a dolgok, mint itt Magyarországon. Hogy ez a szegénység, ez folyamatosan megy lejjebb, pedig arról van szó, hogy milyen
és a rétegződések és a különböző társadalmi rétegek közötti különbségek meg egyre nagyobbak, hogy nem tudom, hogy akkor ezt hogyan lehet majd megoldani. Vagy hogy meg lehet-e oldani. Vissza lehet-e fordítani esetleg ezeket az egyenlőtlenségeket. Ha meggondoljátok, hogy mi minden történt, azt hiszem az előbb már elkezdtem. Ugye elkezdődött avval, hogy megszűnt a természetvédelem. A természetvédelem összes intézménye megszűnt, a környezetvédelemé. Aztán megszűnt a műemlékvédelem összes intézménye. A műemlékeket bontják is lelkesen az összes műemléket, csodálatos, most éppen csodálatos műemlékeket bontanak el, ez is megszűnt. Aztán nem tudom, még sok minden megszűnt, aztán nekiálltak a tudás őrző, továbbító, továbbadó, fejlesztő helyek teljes felszámolásának, részben úgy, hogy megszüntették őket, mint az akadémiát, részben úgy, hogy kancellárt és főkancellárt ültetnek a fejük fölé, és elveszik az autonómájukat, mint az egyetemeken, részben úgy, hogy szűkítik a kereteket, meg fizetővé teszik. Szóval a 21. század az a tudástársadalma, Magyarországon pedig mintha nem tudási akarna lenni, és nem is ez az egyetlen, amivel szembe megyünk Európával. Nem folytatom tovább ezt a víg elmélkedést, még lehetne a végtelenségig. A kérdés csak az, hogy milyen erők kellenének ahhoz, hogy ezek a tragikusan szétvert, megszüntetett, eltüntetett intézmények helyre kerüljenek. Hát azért környezetvédelem egy ilyen szennyező környezetű világban elengedhetetlen. Tehát hogy fog mindez megfordulni, helyreállítódni, miközben a szakemberek, akik ezt csinálták, szépen elmentek nyugatra. Szóval egy kicsit, és rengeteg orvos elment, és rengeteg ápoló személyzet elment, és most még egyre több megy el, mert most túl akarják szabályozni az orvosokat, és az orvosok azt mondták, hogy akkor inkább elmennek. Úgyhogy hát elég nehéz ez az egész helyzet, és elég nehéz azt mondani, hogy mi vagyunk az Isten kalapja, vagy mi vagyunk a bokréta rajta, hát olyan kis hervatag bokréta vagyunk. Mondjuk ez a konklúzium. Szomorú. Hallottok, vagy alszotok? Nem, hallunk. Nagyon jól legalábbis. Abszolút hallunk. Azért mind ezek a jelenségek, amiket mondod, Zsuzsa, ezek nyilván, mert ugye azt mondtad, hogy valamilyen értelemben hát évtizedek óta úgy érzékeled, hogy a szegény politikának a helyzete vagy intenzitása romlik. De ami mondjuk lehet úgy tekinteni, vagy lehet, hogy úgy gondolod, nem tudom, ez a kérdésem, hogy ez a, mondjuk úgy, hogy a kapitalizmus általános természetével függ-e össze, magyarán, hogy a kapitalistává váló társadalomban ez egy természetes folyamat, vagy ami felé én húznék, hogy itt konkrétan 2010-ben történt valami, magyarán, hogy a idevágó általános érvekkel szemben itt egyáltalán nem a neoliberalizmusnak valami fajta következményéről van szó, hanem egy konkrét konkrét állami politikáról van szó. Hiszen azt mondod, hogy itt az igazi kérdés az nem az egyenlőtlenségek spontán növekedése, hanem az igazi kérdés azoknak a intézményeknek a megszűnése, ami a bajban lévő embereknek, rendszereknek, természetnek, stb. Segít.
akkor ez mégiscsak egy, hogy mondjam, kormánykérdés. Hát persze, egyértelműen kormánykérdés, de sokkal sokrétűbben annál, mint amit te mondasz. Ugye először is ott kezdődik, hogy a normatív segélyezések minden formáját megszüntették, a lakást is, pénzt is, és ma senki nem jogosult, hát a nyugdíjakra, a társadalombiztosítási ellátásokra jogosult. Teljesen kialakult ugye Magyarországon a két rendszer, egyfelül a társadalombiztosítás, ami egy klasszikus bizvárki hozzájárulásos pénztár, másfelül az összes többi, amit röviden lehet szegény politikának is hívni, bár nem csak az. Na most ezen belül én úgy látom, hogy az történik, hogy az alsó 2 millióról, akiknek a zöme cigány és szegény, a kormány egyszerűen lemondott, tehát a segélyeket megszüntette, a segélyt csak munka ellenében, ezeknek az embereknek semmiféle munkát nem tudnak adni, mert ugye a közmunka is csak néhány százezer tud lenni, és egyszerűen nem is éri el ezeket az embereket. Tehát én úgy sejtem, hogy van Magyarországon egy nagyon széles réteg, semmilyen módon nem jut semmihez. Hogy ez így van-e, azt a kutatóknak utána kéne nézniük. Én a papírokból ezt tudom csak kiolvasni. A szegények többi részét úgy látják el, hogy most már törvénybe iktatták a 28 ezer forintos nyugdíjminimumot, és azt, hogy ez a nyugdíjminimum törvényileg soha többé nem fog változni. Na most már eleve az a 28 ezer forint, ha valaki erre emlékszik, hogy lett 28 ezer forint a nyugdíjminimum, a válasz az, hogy sehogy. Így, benyugtak a levegőbe, és azt mondták, hogy 28 ezer forint, az már akkor is kevés volt, és akkor se volt értelme, ez 2008-ban volt. Azóta a nyugdíjminimum maradt változatlan, ami csak azért tragikus, mert a nyugdíjminimumhoz nem csak a nyugdíj tartozik, hanem minden további szociális ellátás a nyugdíjminimum valahányszorosa, vagy valahányad része. És így a nem érme, a, hogy mondjam, az értelmetlen 28 ezer forint, az halmozód, az értelmetlensége halmozódik, mert akkor most mit is jelent az, hogy egy 3 gyerekes család az egész lakásfenntartáshoz mondjuk a nyugdíjminimum 2,5-szeresét kaphatja. Mi ebbe a, mi, még akkor is, ha feltételezzük, hogy a gyerekek valahogy át vannak számolva, felnőttettségre, akkor sincs a dolognak értelme, mert a 28 ezer forintnak eleve nincs értelme, és természetesen az így kijövő pénzek, mondjuk egy olyat láttam, ahol 44 ezer forint volt a lakásra adható pénz, hát egy 3 gyerekes, 2 szobás lakás 44 ezer forintból, hogy úgy mondjam, eltartani vízzel, villanyal, szeméttel, lakbérrel, részlettel, nem tudom, hogy kinek sikerülne, nekik nem sikerül. Szóval a szegények egy része nincs, a szegények más része nagyon rosszul van ellátva, és az az érdekes, a minimálbér, tehát ahol dolgozni kezdenek, a minimálbér felemelkedett, de viszont lehet részmunkában, meg nem tudom, miben dolgozni, amikor minimálbér sincs. Tehát úgy néz ki, mintha akinek rendszeres munkája van és bérből él, vagy kereső, annak a jövedelme az utolsó néhány évben reál értékben is valamit emelkedett, a többiek pedig kisebb, nagyobb, néha iszonyatos mértékben csökkent. Hogy ez egyenlőtlenségekben mit jelent,
azt az itt ülők nagyon könnyen kiszámíthatják. Kérdezheted valamit? Parancsolj! Zsuzsa, azt szeretném kérdezni, amikor... Ki beszél? Jossi! Igen? Amikor mi először találkoztunk, és meséltem neked a közösségi szociális munkásról. Igen. És akkor olvastál egy pár cikket, és azt mondtad, igen, hogy ja, hát ez a gyújtogató feladata. Ki vannak, vagy lesznek, vagy lehetnek társadalmi gyújtogatók Magyarországon? És nem csak szociológusok, hanem közösségi szociális munkások is. Jó, hát nézd, ilyen Magyarországon most már biztos, hogy nem lesz. Az a nagyon érdekes, ugye Magyarországon tulajdonképpen írtó fura, mert úgy néz ki, mintha szabad lenne a sajtó, de közben az egész sajtó azért államosítva van. Tehát nagyon, nagyon vegyes a helyzet. Mindaz, amit elmondtam, igaz, hogy ez meg azt meg amaz megszüntették, de ezt az emberek közvetlenül nem veszik észre, amit közvetlenül észrevesznek, az, hogy kicsit nőtt a keresők reáljövedelme, és egy kicsit jobban élnek, mint tavaly. És ez valahogy ez a hangadó réteg, úgyhogy itt az én becslésem szerint a 22-es választás is 70%-os eredménnyel végződött, bár most már egy kicsit csökken egy kicsit nő a 30%, szóval nem biztos a 70-70, de azért mégiscsak furcsa, hogy egy ország szó nélkül elfogadja, hogy rengeteg mindenről megfosztják, és még észre se veszik. Tehát nincs, az ellenzék is úgy hallgat, nem, mint a néma kacsák. Tehát nincs ellenzék, se semmi. Miért nincs ellenzék? Hagyománya nincs, ember nincs, mindenkinek tetszik? Nem tudom. De nincs. Túlmenve ezen az általános szomorkodásod, azért az egy... az mondjuk mindenképpen egy elég feltűnő effektus, hogy minden közelmi kutatás egyre azt mutatja, hogy az alsó társadalmi csoportok felé haladva növekszik a kormánypártiság. Tehát furcsa mód azoknak a társadalmi csoportoknak, akik a legrosszabbul jártak mondjuk a 2010-től napjainkig, azoknak a körében magasabb a kormánytámogatás, mint azok körében, akik hát vagy jól jártak, vagy nyilván most a jól jártak alatt nem kifejezetten a kliens jelleggel jól jártakat mondom, mert azok nyilván mi mások lennének, mint támogatók, hanem akik csak ilyen, hogy mondjam, réteg szinten jártak. Tehát itt vagy mondjuk egy ennél kisebb szelet, hogy a egyik nagy magyarországi cigány szervezetnek a vezetője jó barátunk, és mármint úgy értem, hogy a Vezlinnek, vagy hogy mondjam nekem, és hát megkérdeztem tőle, hogy vannak-e neki arról becslései, hogy a cigányok milyen arányban szavaztak a kormánypártra. Kérdeztem tőle az előző választásokon, mire mondott valamit, ami szó szerint nem idézhető a jelenlévő finomabb lelkű hölgyekre tekintettel, majd azt mondta, hogy 90. Mármint, hogy 90%-ban a becslése szerint. Na most ugye azt jelenti, hogy most mindegy, hogy a parlamenti mandátumoknál ugye 70%-ot eredményezett, de hát ugye egy olyan társadalomról beszélünk, ahol ugye
listásan nézve 50-50 százalék, ugye a, most nagyon durván a kormány ellenzéki szavazat. Tehát, hogy ezen belül gigantikusan felülreprezentáltak a szegények, a cigányok, a hátrányos helyzetűek. Tehát itt azért erről is szó van, hogy a, miközben ez a szociális hátrány okozás egészen elképesztő mértékű a kormány részéről, ennek nincs egy közvetlen, hát hogy mondjam, politikai következménye. Most éppen Spiro eszéket olvasok, és egy-kettő éppen erről szól, hogy hogy is van ez a magyar szolgalelkűség, ez a nagyon tehát, hogy egy demokratikus és horizontális viszonyrendszer helyett, amire megvolt a lehetőség 90-ben, amikor senkinek nem voltunk a gyarmata, és megcsinálhattuk volna, az a rendszer is átalakult egy ilyen archaikus, feudalizáló, aláföldi rendeltségeken alapuló és erősen elgyávult tömegekből álló rendszerré. Miként ez volt a két háború között, a háború alatt, egy-két év kivetelével a háború után is. Erre mondja azt többek között Spiro is, de előtte már azt hiszem Eötvös óta nagyon sokan mondták, hogy valami nem stimmel ebben az országgal, valami nem stimmel ebben a néppel. Szóval, hogy nem elfogadjuk, ami jön, elfogadjuk Hitlert, elfogadjuk Szálasit, mindenkit elfogadunk. És mindig van egy többség, aki odaáll melléjük. Hát azért nem sikerült volna 400 ezer zsidó ilyen baromi egyszerű kiirtása, hogyha ennek nem lett volna komoly tömegtámogatása. Ezt nem tudta néhány csendőr elintézni. Úgyhogy azt hiszem, és erről is ér sokat a Spiro, hogy az egyik rákfenénk az, hogy soha semmit nem beszél ki ez az ország, tehát az sincs kibeszélve, hogy is van az, hogy az egyik oldalon a németek szövetségesei voltunk, a másik oldalon a magyar állampolgárok tömegét elpusztítottuk, és ez a kettő nagyon jól összefért. Egyébként én a holokauszban érintett vagyok, tehát egyszerűen hiába volt ennek már több mint 70 éve, ez egyszerűen nem elfogadható, nem megbocsátható, és muszájnak kibeszélni. Egyébként nem tudom, ismeritek a Komoróczi Gézának, aki is beszél, nem zsidó, a holokauszt könyvét, ami erről szól, hogy van ez a nem szembenézés. Nagyon érdekes, és ajánlom figyelembe, mert ez a szembenézés, ez talán a holokauszt a minősített esete. De az, hogy nem nézünk szembe, nem nézünk szembe Mohácssal, nem nézünk szembe Trianonnal, nem nézünk szembe semmilyen országos tragédiával, és nem próbáljuk meg közbeszéddel valamennyire legalább odáig eljutni, hogy miért volt, hogy mi miben vagyunk hibásak, mi mit csináltunk rosszul, mi mit csináltunk jobban, vagy csinálhattunk volna jobban. Erről sohasem ezek fátumok, nekünk Mohács kell, pont. Márpedig én azt gondolom, hogy olyan sokkal több Mohács már nem kéne. Na hát ennyit a történelemről. Egyébként ajánlom a figyelmetekbe a Spirót, nagyon-nagyon jó kis eszécskék vannak benne. Ezek ilyen kis eszék. Kati? Igen, én Zsuzsa, azt szeretném mondani, hogy
ezzel a nagyvonalú képpel, amit te most felrajzoltál, nagyjából egyet lehet érteni. De azért én nem tudom elfelejteni azokat az embereket, egyrészt akik a háború alatt mentettek, és sokat mentettek meg. Van egy könyv, ami gyönyörű, ez a Vészkorszak árvái, ahol világos, hogy csak Sztélo Gáborra utaljak, vagy másokra, akik sok mindent megtettek. De a mai korszakban is van egy Ritók Nóránk, van egy mi tanítványunk, Benkő Fruzsinánk, és sokan vannak, akik igenis ezek a demokrácia agency, ahogy Gábor mondta, vagy radikális szociális munkások, akik közösségszervezők, és ott van Iványi Gábor, aki ezt a iskolát mindennek ellenére működteti, és tiszteletet érdemel. Én azt gondolom, hogy abban is sokszor hibázunk, hogy nem becsüljük meg eléggé azokat, akik hihetetlenül sokat tesznek a terepen, és megpróbálnak mindent megtenni, akár a színművészeti főiskolán, akár más közösségekben, és én hiszek a Bibó szavaiba, hogy a szabadság kiskörei sokra képesek. És én ebben bízom. Én nem szeretném ennyire leírni 2022-t. Én azt hiszem, mindenki, aki teheti, megtesz mindent, akkor csak eljön nálunk is, úgy, mint az Egyesült Államokban a változás. Hadd legyek bizakodó. Erről is beszélni kéne. A Jádvásénben 400 magyar van. Hogy ez sok-e vagy kevés, azt nem tudom. Nem sok. Nagyon sok. Hát ennél többen voltak, de azért ezek voltak a kivételek. De hát ez is a kérdés része kéne, hogy legyen, hogy lehetett, igen, lehetett derekasnak lenni, csak hát nagyon kínos, hogy a hollandoknál 70% volt ilyen, nálunk meg 12, ez csak hasból mondom ezeket a számokat. Ebben igazad van. Társadalmi szolidaritás, vagy a mentési kapacitás, és minden másnak a mindenféle ilyen összehasonlító vizsgálatai lehetségesek, mint ahogy az ellenállásnak is lehetségesek, objektíválható elemei. Egyébként most már, Pali bácsi mondta, hogy nem az kérdés a részben a migránsok, részben a cigányok, és hogy mi lesz itt a cigányokkal, hát ez a 6 millió fontos kérdés. Köztetek van, aki ezzel a dologgal foglalkozik. Ugye most már legalább 1 milliónál több cigány van. Amerikában a fekete kisebbség 15%, és azt még éppen, hogy elbírják, mert dolgoztak rajta, hogy elbírják. De nálunk senki se dolgozik, se azon, hogy integrálódjanak, se azon, hogy felemelkedjenek. Tehát itt lesz egy 1,5 millió ember, aki teljesen, még általános iskolája se lesz. Szóval, ha volna most valami dolga egy szociális érzelmű értelmiségnek, akkor valahogy, most kidolgoztak egyébként egy cigány stratégiát, de hát az állítólag annyit ér, amennyi a papír. És én nem tudom, hogy lehet. Tehát ez egy iszonyatos tömeg, és hát a Katinak igaza van, hogy feltétlenül az egésznek nem lehet neki rohanni, hanem csak olyan kisköröknek, amik majd aztán valahogy terjesztődnek. De minden esetre az, hogy ma a cigány kérdés a legnagyobb társadalmi kérdés, amivel nem néztünk szembe, én azt gondolom, hogy ez igaz. És kellene. Ez igaz, ezt én elfogadom. Szabad egy
mondatot mondanom? Persze, parancsolj, Pali. Én teljesen egyetértek ezzel, ennek csak azt a másik oldalát hagy említsem meg, amit nem vetődött fel, hogy a hazai népességfejlődés az összes kormányzati törekvés ellenére, amely most a családokat, mondjam azt, hogy ők ez ilyen támogatja, ellenére az a elképzelt és fantasztikus, hogy a termékenység kettő felé növekedjen, erre legalábbis ezek az évek még nem nagyon utalnak, és kérdéses, hogy ha ez a családpolitika átvészel sok mindent, és még sok mindennel kiegészül egyáltalán, el tudunk-e jutni oda, hogy a természetes termékenység következtében a hazai népesség létszáma nem, hogyha nem növekszik. Most ebben a helyzetben az a folyamat, amiről, vagy szám, amit Zsuzsa említett, egyre nagyobb részt kíván része lesz a hazai társadalomnak. Most természetesen, hát mi nem vagyok olyan fiatal, mint Zsuzsa, tehát a mi életünkben ez már nem biztos, hogy bekövetkezik, de ha az előre számításokat figyelem, vagy nézem, akkor a ezred második felének, vagy a harmadik felére ez a súlypont egyre inkább áttevődik, vagy legalábbis és egyre nagyobb arányban lesznek, és én de hozzátenném ezt Ladányi Jancsit, hogy idézzem már, hogy ő sosem csak cigányokról beszélt, vagy beszél, hanem mindig a magyar társadalom legrosszabb körülményei között lévő részére, ami egykor, ha jól emlékszem, a Demográfiai Bizottság ülésén úgy fogalmazott, hogy ehhez a csoporthoz a cigányok csak az egy harmadát teszik ki, és a kétharmada nem a cigányságból ered, vagy oda tartozik. Tehát, hogyha ezt a tömeget figyelembe veszem, vagy ha csak szűken a cigányságot, amelynek a bár itt nem tudom hány száz év óta együtt élünk, és ahelyett, hogy az együttélésből fakadó kapcsolatok erősödnének és kiterjedtebb lennének, egyre inkább a szegregációt lehet megfigyelni. Tehát, hogy olyan társadalmi problémával állunk elé, és hagyj emlékeztessek Havlicsek László barátomnak az előre számítására. Én akkor is azt mondtam, és most is azt mondom, hogy amit ő sokan pesszimistának tartottak, hogy a 2050-60 táján a magyar népesség nagy valószínűség szerint 7 millió alá csökken, 6 millió 700 ezer főre tette, és hát ebben a népességben egy akkor mondjuk a Laci számítása szerint inkább 2 millió, közel a 2 millióhoz tendáló cigányságnak az aránya igen meghatározó lesz, vagy nagy, és úgy hiszem, hogy azok között, a viszonyok között, ahogy a most cigány és nem cigány együtt él, nem juthatunk el oda, mert abból csak olyan társadalmi feszültségek adódnak, amelyek inkább a tragédiába torkolnak, mint valami fejtetű gondolkozáshoz. Na most hát ugye Zsuzsának ezen a területen is óriási érdemei vannak, még akkor is, hogyha a politika, legyen az bármilyen színű, hát nem hallja meg. Tehát természetesen a kutatók állát esetenként meg veregetik, és uram, bocsánat, még esetleg hivatkoznak is rá, de én legalábbis azt tapasztaltam, hogy mi tehetjük a dolgunkat annak társadalmi következményei, hát inkább azt vegyük tudomásul, hogy nem nagyon lesznek.
ha véletlenül lesznek, akkor valahogy nagyon-nagyon azt a nyomvonalat, vagy azt a gondolatot fogalmaztuk meg, amelyet az adott politika éppen képvisel. Köszönöm. Amerikában is nő a színesek száma, és nem tudom, 3-4-5 évtized múlva a fele fehér lesz, a fehérek lassan átkerülnek kisebbségbe. Az amerikaiak úgy szoronganak, mint annak a rendje, és a következmény a rasszizmus növekedése. Nálunk is a rasszizmus növekedése lesz a következmény, és a rasszizmus növekedésének a következményeit sajnos már elég jól ismerjük. Úgyhogy olyan marha nagy vidámságra nincsen okunk. De beszéljünk valami vidámabbról. Én egyet teljes mértékben. Igen, én a Paninak a hozzászólásához szeretnék hozzászólni, hogy a gyet a három és több gyerekesek anyáknak a életviteléhez, vagy a munkájához történő társadalmi hozzájárulás az 2008 óta 28.500 forint. És a gyermekes adókedvezményeket pedig a családok túlnyomó többsége, tehát 57%-a körülbelül, egyáltalán nem tudja lehívni, mert nincs olyan jövedelme, amiből ezt az adót levonná. És akkor ezt csak azt szeretném mondani, hogy ez nem családpolitika, hanem porhintés. És itt akkor lesz 2002 a termékenységi ráta, hogyha valami olyasmi történik, mint Jézus Krisztus születése körül, tömegesen. A másik megoldás a szigorú abortus tilalom, igen. Hogy a középosztálybeli családok sem képesek eltartani a gyerekeiket, de lehet reménykedni ebbe a Szentlélek leszállásába, mert hát a Covidot is úgy kaptuk meg, hogy nem igazán tervezte be ez a kormány. Csak ennyit akar. Hát ez van. Lehet, hogy nem volt vidámabb. Folytatjuk még. Van egy kulcselem abban, amit Judit mondott, és pedig az, hogy nyilvánvalóan, hogy nem a, tehát nem egyszerűen a, ugye itt az újraelosztott összegekről, újraelosztás nagyságrendjéről van szó, hanem arról, hogy azáltal, ugye, hogy a adókedvezményhez vannak kötve a újraelosztási rendszer, újraelosztó kapacitások nagy része, ez lényegében egy középosztálybarát dolog. Abban nem értek egyet Judittal, hogy a középosztály nem tudja látni a gyerekeit. Szerintem teljesen elegendő, amennyire a középosztály el tudja látni a gyerekeit. Szerintem sok is, elnézve a magyarországi, hogy mondjam, fogyasztási struktúrát, tehát hogy milyen mennyiségű baromságra költenek a... Jó, lakosság. Nem azt mondom akkor, hogy középosztály, hanem azt, hogy a dolgozó lakosság. Én jó, szerintem azt mondanám, hogy itt teljesen nyilvánvaló, hogy a szociálpolitikai, vagy a redistributív kapacitás, inkább azt mondanám, hogy az, hogy a redistributív kapacitásnak olyan óriási része kötődik a adó részben ugye az adókedvezményekhez, részben azokhoz az alanyi jogon megkapott szolgáltatásokhoz, ebből ez egyszerűen ebből az következik, hogy nem arról van szó, hogy kevés a szociálpolitika, vagy nem arról van szó, hogy kevés a redistribúció, hanem az, hogy el van pazarolva. Tehát arra, hogy középrétegbeli embereknek a fogyasztása növekedjen, még akkor is, hogy a gyerekekhez kötődő fogyasztás, annak az olyan túl sokat nem fog a társadalmi egyenlőtlenség rendszeren semmit se változtatni. Tehát itt nyilvánvaló, hogy arról van szó, hogy a Péter, állj le egy kicsit, mert a Zsuzsa telefonál, és én szerintem ezt a kérdésedet Zsuzsának kéne majd megválaszolni. Nyilván, jó, de... Egyébként, igen, most itt ülnek velem szemben 20-an, úgyhogy megmondom, hogy üdvözlöd őket.
Nagyon-nagyon köszönöm. Én is, puszi, szia! Csak ismételj! Semmi, röviden, összesen annyit mondtam, hogy itt nem arról van szó szerintem, hogy általán, vagy nem csak arról van szó, hogy általában gyenge a szociálpolitika, vagy általában gyenge a redisztribúció, vagy kicsi ennek az aránya a nemzeti jövedelemben, hanem az, hogy el van pazarolva. El van pazarolva arra a középosztályra, amelynek a fogyasztása, az szerintem jelen pillanatban elegendő. Én nem szeretném, hogyha többet fordítanánk a gyerekekre az országban, én azt szeretném, hogyha a társadalom alsó csoportjai számára javulna a helyzet. Tehát itt igazából annak a fölvállalása lenne nyilvánvalóan célszerű, mármint ha már ellenzékről vagy baloldalról beszélünk, annak a felvállalása lenne célszerű, hogy bizony a középosztálynak nem kell jobban élni, mint most. Nem kell jobban élni. A magyar nemzeti jövedelemhez jelen pillanatban az, ahogy a középosztály él, az teljesen adekvált. Alsó társadalmi csoportokat, a kihullókat, a legalul kihullókat, a hajléktalanokat, stb. Azokat kell valamilyen módon megfogni, mert önmagában azzal, hogy a redisztribúció aránya, vagy a szociálpolitikának az abszolút összege növekszik, az önmagában nem fogja megoldani a legalsó 2 milliónak az egyenlőtlenségét. Teljesen igazad van, csak az a baj, hogy hát két baj van. Az egyik az, hogy a hatalmi viszonyok azok mindig, de még amikor nem is látszott, akkor is úgy voltak, hogy végül is a központi újraelosztás mindig a középosztály, felső osztály számára ad többet. Gondoljatok csak arra, hogy ki jár középiskolába, ki jár egyetemre, ki jár üdülni, és akkor rögtön kiderül. Hát ezt odáig megnéztem, hogy például a szegények többet vannak kórházba, mint a gazdagok, mert nem tudják magukat, nem tudják őket ellátni, és akkor berakják őket a kórházba, és annak nincs mindig nagyon jó vége. Tehát, hogy itt van egy, ami kezd a bevételek oldaláról, ugye az Európában egyedülálló egykulcsos adórendszer, ami a totális agyrém, az államnak az egyetlen legális eszköze az egyenlőtlenségek csökkentésére a progresszív adórendszer. Ezt az egyetlen lapot kiadta a kezéből, csinált egy egységes adórendszert. Ezt megfejelt egy olyan adórendszer adókiegészítéssel, amelyik egyértelműen a jó jövedelműeknél enged el kevesebb adót. Ez ugye a családi adókedvezmény, amelyikben egy háromtagú család annál nagyobb adókedvezményt kap, minél nagyobb a jövedelme. A családi adókedvezmény azt jelenti, hogy azután a pénz után, amit a családnak adnak, az hozzáadódik ahhoz, ami van, és azután kell adót fizetni, na most ha nagyon kicsi a jövedelmed, akkor kevés adót fizetsz, ha sok, akkor akár évi 33 ezer forintot. Szóval minden úgy van megcsinálva, hogy ezt úgy hívják, hogy középosztályépítés, és a középosztályépítés nálunk egy alsó osztály rombolással függ össze, vagy kapcsolódik össze, és egy olyan úgynevezett elit, hogy is mondjam, csak létrejövéssel, amelyiket a legnagyobb nehézségek árán bírnék csak tudás elitnek nevezni, de tulajdon elitnek tulajdonképpen igen. Hát végül is valakinek el kellett lopni az ország tulajdonát, és aznak a nagy részét, és azt az Orbán valakiknek szétosztotta, és akkor ők ez a társaság. Tehát először elállamosították, és aztán újra szétosztották egyeseknek.
ugyanez történt a Földdel. De nem úgy, hogy ha ma kéne társadalmi struktúrát vizsgálnom, a legnagyobb bajba lennék, de mindjárt megfulladok. Hegyesi Gábort fogok kérni, és aztán én fel fogom ajánlani a Zsuzsának, mert hogy ő kérte, hogy ne legyen hosszú, amikor ő még azt hitte, hogy ez óra lesz, akkor kérte, hogy ne legyen hosszú a beszélgetés. Tehát Gábort kérem, és akkor utána meg fogom kérdezni a Zsuzsától, hogy nem szeretné-e már befejezni, jó? Köszönöm Tibor, csak megvárom a még Zsuzsát. Várd meg a Zsuzsát, csak igen. Az igen, hagyd mondjak valamit, ami Péter neked szól, mert hogy amit mondtál most, az a statisztikai alapokat nélkülözi. Sajnos már csak civil szervezetek számolnak igazán pontosan, KSH nem, de az átlagbér az 220 ezer, nettó átlagbér az 220 ezer körül van, és a létminimum pedig körülbelül 100 ezer egy főre. Na most ez azt jelenti, hogy akkor egy átlagbérből két főnek az eltartása jön ki, három gyereké nem. És ami pedig megint csak ugye nemzetközi vizsgálatokból is kiderül, és évtizedek óta publikálnak róla, hogy megjelent az egész világon az egyenlőtlenségek növekedése okán, tehát hogy nem a bér, hanem a profit növekszik ugye a globalizált gazdaságban, megjelent az úgynevezett dolgozói szegénység. Tehát azok is elmennek Amerikába az élelmiszerbanknak a élelmiszerosztására, akiknek rendszeres jövedelmük van, de például kis gyerekeik vannak, és emiatt az egyik szülő nem tud dolgozni, és kiesik a jövedelme. Tehát, hogy nem igaz ez, hogy javul a középosztálynak a helyzete, hogyha nem a felső középosztályról beszélek, hanem az egész középosztályról, tehát mondjuk úgy a harmadiktól a nyolcadik decilisig. Köszönöm. Gábor. Oké, köszönöm. Zsuzsa, közben volt egy érdekes beszélgetés, ennek a feléről lemaradtál, de ez a Judit dolga lenne, ha akarja megismételni. Én egy nagyon más dolgot szeretnék így a szeminárium végén. Most hallasz engem, hogy jól beszélek? Igen, igen. Jó. A háttérben itt ülnek a fiatalok, a hallgatók, és csak beleképzelem magamat, véghallgatják ezt a sok kritikát, teljesen jogos okosságot, de azért fölmerül bennük, hogy akkor mi a fenét akarok én csinálni. Érdemes szociális ügyekkel foglalkozni, mert minden reménytelen, mert élek egy országban, amelyik csak túlélésre hajaz, nem tudnak kiállni az jogaikért, érdekeikért, ki vannak szolgáltatva a szociálisok. Mi az értelme az egésznek? Na, én nekik szeretném mondani, hogy mondjuk például Ferge Zsuzsa élete is arról szól, hogy érdemes csinálni, ez értékválasztás kérdése, hogy mivel akarom tölteni az életemet. Próbálok az egyenlőtlenségben, a rossz helyzetben lévők oldalán állni, vagy pedig leszakítani magamnak azt, amit le lehet. Hát ez az értékválasztás, ez elkerülhetetlen, de mi azt mondjuk, és remélem mindig lesznek, akik nem azért, mert mazohisták, hanem azért, mert tisztán azt gondolják, hogy egy élet értelmét az is adhatja, hogy mindig a nehéz helyzetben levők mellé kell állni. És azt hiszem, hogy ez a nagy közös magyar kultúrának is jót tesz. Úgy is túl lehet élni, hogy nem csak hallgatok és kussolok, hanem úgy is, hogy hangos leszek, és felszólalok. Na most ezt összekapcsolnám a szociális munka és a szociálpolitika jelenkori válságával, ami nyilván politikai, hiszen ha a politika nem ad forrásokat a szociálpolitikának, akkor a szociálpolitika nem tud forrásokat adni a szociális munkának. És a szociális munka ilyen értelemben magára van hagyva. Persze saját sok forrása is van a személyisége, meg a civil, meg amire a Jossi utal, közösségi összefogás. Csak utalnék, hogy milyen ördögien van ez kitalálva, hogy csak ilyen esettanulmányként itt van körünkben a Hubai Laci, aki a saját alapítványunknak, a SZIA-nak a
a projektjében dolgozik Átányban. Átány egy körülbelül a fele cigány lakos, fele nem cigány lakos. Három éve dolgoznak, úgy gondoljuk, hogy nagyon klassz munkát csinálnak, és ahogy ez szokott lenni, ez a munka három év után be fog fejeződni. Nem tudnak újabb pályázati pénzeket kapni, ott kell hagyni. Na most csak elmondanám, hogy felajánlották nekik, hogyha belépnek az ott működő református egyházi szolgálat civil ellátásába, szociális ellátásába, illetve a Máltába, akkor folytatódhat. Önálló civil szektort nem engedik. És ugyanakkor nincs az az erős polgárság, sem kultúrában, sem pénzben, amelyik fönntartsa, és a Joszi által mondott hősök, vagy amire a Zsuzsa is utal, ezek a hősök önkéntes munkában tudják csinálni, de megtámogatva nem. Tehát egy hihetetlenül ördögi rendszer alakult ki, amiben azt hiszem megoldás tényleg egy politikai robbanás, de hozzáteszem, hogy az a cigány probléma, amire Zsuzsa utal teljes joggal, meg amiről a Ladányi Janó fog délután beszélni, mint Magyarország egyik legnagyobb gondja, ez az eddigi politikai elitnek sem volt igazán a központi problémája, valahogy megúszni, valahogy elhárítani a éhséglázadást, valahogy kiszorítani őket, és igazán azért is szavaznak a kormányra, mert valamiféle biztonságot mégis tőlük várnak, és gőzük nincs, hogyha nem ők, akkor hogy megveszik őket, meg korumpálják, meg stb. Szóval baj az csőstül, de mégis arra biztatom a jelenlévő fiatalokat, hogy tartsanak ki. Állati érdekes ez az élet. Zsuzsa 90 éves korában is lelkesen beszél arról, hogy milyen hihetetlen érdekes elmenni egy családhoz, beszélgetni velük, és újabb modelleket kitalálni, hogy hogy lehet az életet jobbá tenni. Hát igazán az emberiség is erről szól. Úgyhogy a szociális szakemberek az emberiség jobb vonalához tartoznak, legyen ennyi beképzeltségünk. Úgyhogy hajrá, abba nem hagyni. Köszönöm, ennyit akartam még mondani. Kedves Zsuzsa, te ugye pár nappal ezelőtt, amikor beszéltünk, akkor jelezted, hogy mostanában hát már hamarabb elfáradsz, tehát ha úgy érzed, hogy elfáradtál, akkor most nem adnék már másnak szót, nem tudom, te döntsél, hogy hogyan legyen. Hát ha őszinte akarok lenni, akkor igen, elfáradtam. Jó. Én azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak nagyon fontos és nagy élmény volt itt veled találkozni, és hogy mondjam, itt a különös tekintettel a pandémiára örülök annak, hogy olyan arcokat is láttam most, akiket... Én nagyon köszönöm nektek ezt a szervezetet, annyira jól esett. Annyira jól esett látni titeket, beszélgetni, hát azért ez nagyon hiányzik, hogy Tök egyedül van az ember, szóval ez jó volt. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, Zsuzsa, hogy velünk voltál. Köszönjük szépen mindannyiótoknak, akik jöttetek. Ennek a beszélgetés sorozatnak az általános protokollja szerint ez a beszélgetés is majd netre kerül. Akit érdekel, utoljára Hegyesi Gábor is említette, hogy itt délután is lesz egy érdekes, kevésbé ünnepi, de szintén érdekes dolog. Ladányi János fog ugyanezen a linken elérhetővé válni az ő előadása és az azt követő beszélgetés, ami szintén nyilvános, tehát a hallgatóinknak kreditet ér, mindenki másnak pedig szívesen van látva. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Zsuzsa, boldog születésnapot fogunk majd neked kívánni néhány hónap múlva. Köszönöm mindenkinek. Köszönjük. Köszönjük a szervezést. Köszönjük. Szervusznak, minden jót. Köszönjük. Sziasztok.
Szia, Veszeli!